Hírek röviden köszöntöm Önöket. A földművelésügyi miniszter március 3-án átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el az erdőkre és fásításokra, valamint az erdők és fásítások határától számított 200 méteren belüli területre. Az elmúlt héten megyénkben 84 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a katasztrófavédők. Jelentősen több mint 20%-kal több új autót adtak el februárban Magyarországon, mint egy évvel korábban. Főleg a kis- és középkategóriás autókat keresik az ügyfelek. Volt olyan nyíregyházi szalon, ahol 40%-kal nőtt a forgalom. A világon elsőként alkalmaztak sikeresen kis tömegű, alig 0,6 g-os geolokátort két fecskefaj esetében a vonulási és telelési terület megismerésére. Szép Tibor, a Nyíregyházi Egyetem intézet vezetője olyan információk birtokába jutott, amilyenekről más ornitológusok még nem tudtak. Pinteken este az erdősoron egy kanyarodó és egy egyenesen haladó autó ütközött, a mentők két sérültet vittek kórházba, és az anyagi kár is jelentős volt. Szombaton reggel a Debreceni úton két egymás mellett haladó személygépkocsi koccant össze, személyi sérülés nem történt. Délután Nyírtelek és Tiszanagyfalu között a már előzésben lévő autó elé fordult a másik és összeütköztek. Mindkét jármű az árokba sodródott, a mentők két szemét szállítottak kórházba. Vasárnap reggel Nagyhalász külterületén egy autó átszakította a szalagkorlátot és a belvízgyűjtő csatornába zuhant. A mentők egy sérültet vittek kórházba. Tegnap délben az Egyház utcán szabálytalan sávváltást követően ütközött két személygépkocsi, a balesetet rendőri intézkedés követte. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyiregyhaza.hu-n.